fejlesztések, már 60 kilométernyi kerékpárút hálózat épült ki a megye 6-os számú választókerületében. A költözésével több mint 1 millió műtárgyat kellett elhelyezni annak érdekében, hogy a felújítások elkezdődhessenek a József András Múzeumban. Beruházások Fehérgyarmaton. A városban egy új ipari csarnok építése a végéhez közeledik, a zöldváros program kivitelezése pedig a következő hetekben kezdődhet meg. Folytatódtak a kerékpárút építések Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókörzetében. A fejlesztésnek köszönhetően már 60 kilométernyi összefüggő hálózat épült ki a térségben. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Emellett számos új bölcsőde létesült, óvodákat és iskolákat is felújítottak, Nyírbátorban és Nagykállóban pedig gazdaságélénkítő ipari beruházások gazdagították a 2022-es évet. Az orosz-ukrán háború beárnyékolta az évet, ezt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részei hatványozottan érzékelhették, amikor folyamatosan érkeztek a menekültek. A háborús inflációt és az az elleni küzdelmet viszont mindenki megtapasztalta az energia árak emelkedésével, az önkormányzati fenntartású intézmények is. Ezzel kezdte Simon Miklós, a 6. számú választókerület országgyűlési képviselője, a 2022-es év összefoglalóját, aki kiemelte, a legnagyobb eredményt április 3-án érték el, amikor kétharmaddal megnyerték a választást. A nehézségek ellenére tudott fejlődni a körzet, számos beruházással gazdagodtak a települések. Kerékpárutakat adtunk át, összesen mintegy 60 kilométer hosszú kerékpárút épült a választókerületben. Átadás volt ugye kerékpárút tekintetében Nagykállóban, Kállósemjénben, Nyírbogáton, Nyírgersén, és elkészült a Nyírmihályi kerékpárút is. Ezzel Debrecen és Mátészalka között egy húztomban, tehát megszakítás nélkül végig tudunk menni kerékpáruton. Ugye a 471-es főutat halálútnak nevezték korábban, és emiatt pontos volt az, hogy a kerékpárút az útfelújítás mellett megépüljön. Ezzel jelentősen nőtt a 471-es főúton közlekedők közlekedés biztonsága. Ennek része a Nyírgyulai kerékpárút is. Munkahelyteremtő beruházások is megvalósultak a megyében, Nagykállóban például étrend kiegészítő gyártó üzemet adtak át, és napelem alkatrészeket előállító cég is új telephelyet épített. A Nyírbátori Ipari Parkban pedig a Dél bővítette 5000 négyzetméteres csarnokkal a gyártó kapacitását. Emellett számos toppos fejlesztés is megvalósult a térségben. És hogyha a 300 magyar falus programbeli fejlesztést összevesszük, együvé tesszük, akkor ez azt jelenti, hogy a választókerületünkbe mintegy 34 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett az elmúlt uniós ciklusba. Ez egy nagyszerű lehetőség a választókerületben élő családok, a választókerületben működő közösségek számára. Ezek a fejlesztések az élet minden területén éreztetik hatásukat. 13 új bölcsőde épült, 10 óvoda és 20 iskola újult meg, és 7 tornaszobát is átadtak. Emellett egészségházak és közintézmények újultak meg, valamint 60 kilométernyi közút 10 milliárd forint értékben. A fejlődés pedig 2023-ban is folytatódik, hiszen az Európai Unió és Magyarország kormánya szerződést kötött, mind az újjáépítési alapokra, mind a területfejlesztési operatív program lehetőségeire. Ilyen például a Nagykállói Kállai Kettős Művelődési Ház, a Nyírbogáti óvoda felújítása és a görögkatolikus óvoda fejlesztése Mária Pócson. Ezen kívül jelentős eredménynek tartom, hogy Kállósemjén és Mária Pócs között meg tudjuk építeni a kerékpárutat, mert hogy a TOP Plus pályázatban erre lehetőséget kapott Mária Pócs önkormányzata a többi településsel egyetemben. Iskolai fejlesztések fognak történni,
és zöld terület fejlesztések. A további uniós operatív programokról és az abban felhasználható összegekről ezekben a hetekben születik döntés. Kedves nézőink, most pedig folytatjuk évvégi összefoglalónkat. Októberben rakták le a térség legnagyobb beruházásának, a dél-koreai W-Scope cég nyíregyházi gyárának alapkövét, és ebben a hónapban adták át Európa legnagyobb vasúti logisztikai központját, Fényes Litkén. Október elején megnyílt az új piac Sziszavasváriban. Nem csak a vásárlóknak nyújtanak itt modern szolgáltatást, de a térség őstermelői számára is jobb megérhetést jelent a beruházás. A Zöld Városközpont kialakítása című pályázat keretében 440 millió forintból újult meg a piac, de korszerű lett a hozzátartozó parkoló és a műfőves fazipálya is Tiszavasváriban. A piac évek alatt épülgetett, szépülgetett, de hát a saját források azok nagyon kevesek voltak, az önkormányzat nem túl sok pénzből tudott gazdálkodni, viszont a piacra óriási igény van, mint ahogy látható is talán majd a képeken, van egy zöldség gyümölcsárusoknak, élelmiszer árulóknak egy lefedett rész a felső részen, viszont a nagyobb részen, a nagyobb placon sem lefedés, sem vízelvezetés nem volt megoldott, és hát az esős idő az a vásárlóknak is és az eladóknak is gondot okoz. Most, hogy több mint 1000 négyzetméternyi fedett helyünk van, így a rossz idő esetén is tudnak jönni. Itt világítás is föl van szerelve, tehát a téli időszakban, amikor sötétebb van, rosszabbak a látási viszonyok, akkor is tudják fogadni a vásárlókat, és ezen a több ezer négyzetméteren tudnak szolgáltatni. Szintén október elején adták át a savanyító üzemet Szamosszegen. A több mint 160 millió forintból megépített létesítményben a községben megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből készítenek különböző savanyított termékeket. Az új üzemben már meg is kezdődött a munka. Az üzembehelyezési ideje 2022. szeptember 1. Az épület 24 helyiségből áll, az összes alapterülete 248,26 négyzetméter. Köszönettel tartozunk a járás, illetve a megyei foglalkoztatási osztályok vezetőinek, munkatársainak, a tervezőnek és a kivitelezőnek. Ez a létesítmény egy újabb hatalmas lehetőség a település életében, azért, mert eddig ilyen még Szamosszegen nem volt, mint ahogy termelői piac sem, ami ugye itt van mellettünk, pedig a lakosság ezt is igényelte volna. Szinte minden udvaron volt zöldség, gyümölcstermesztés, befőzés és savanyítás, de ezek elszigeteltek, maradtak és napjainkra csak nem elfelejtődtek. Megújult októberben a sürgősségi betegellátó osztály a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban. Az intézmény egy határon átnyúló uniós fejlesztési program keretében az Ungvár megyei kórházzal közösen mintegy 900 ezer euró értékű forrás nyert korszerűsítésre, melyet a partnerek egyenlő arányban használtak fel. A sürgősségi ellátás fejlesztése mellett új szakrendelővel bővült a kisvárdai intézmény. A kórház területén pszichiátriai szakrendelő és gondozó is megkezdte működését. Az új funkcióknak egy részét már be tudtuk üzemelni, fejlesztettünk egy új triázsrészt, ahol a betegek komfortosabb körülmények között tudnak várakozni, ott tudjuk fogadni őket, az első vizsgálatokat megtenni, illetve teljesen átalakítottuk a traumatológiai és a belgyógyászati eseteknek a kivizsgálására szolgáló szakrendelőket. Ennek a fejlesztésnek az a apropója azon túl még, hogy a betegeknek jobb lesz a ellátása. A határon átnyúló programból valósult meg, és az Ungvár megyei kórházzal közösen tudtunk végrehajtani egy olyan projektet, aminek a Európai Uniós forrása ott is hasznosulni tud, és a kórházunkban is hasznosulni tud. Ünnepélyes keretek között rakták le a dél-koreai W-Scope cég nyíregyházi gyárának alapkövét október 18-án. A cég 300 milliárd forintos beruházással hozza létre magyarországi gyárát, ahol elektromos autók akkumulátoraihoz készítenek szeparátorfóliát. A beruházáshoz Nyíregyháza 300 hektárral növelte ipari parkjának területét. A tervek szerint a hatalmas gyárban 1200 új munkahely létesül, és a gyártás 2024 végén indul el. Azért esett a választásunk Magyarországra és Nyíregyházára, mert itt dinamikusan fejlődik az elektromos autóipar. Abban bízunk, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Amikor megalapítottam a cégünket, akkor úgy gondoltam, hogy aki uralja az akkumulátorok működését, az kezében tartja a jövőt. Ezt most is így gondolom. Kiváló partnereink vannak Németországban és az Egyesült Államokban is, de az európai jelenlétünket a nyíregyházi gyárunkra alapozzuk. Ugyanazon a napon adták át Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti logisztikai központját is Fényes Litkén. Az East West Gate 40 milliárd forintos magánberuházásból alig több mint másfél év alatt épült fel.
Az óriás terminállal a Záhonyi térség újra Kelet és Nyugat kapuja lehet a vasúti szállítmányozásban. Szijjártó Péter miniszter az átadó ünnepségen arról beszélt, a komplexumnak hatalmas szerepe lesz abban, hogy az Ukrajnából érkező gabona a lehető leghatékonyabban eljusson a világ számos pontjára. Most az egyik legfontosabb globális biztonsági feladat az az, hogy garantáljuk az Ukrajnából induló gabona export folyamatosságát. Ez nem politikai és nem is ideológiai kérdés, hanem egy fizikai realitásbeli kérdés. Ahhoz ugyanis, hogy az Ukrajnából induló gabona exportot és annak folyamatosságát garantálni lehessen, szállítási útvonalakra van szükség. Nem ideológiára, nem politikára, nem kommunikációra, hanem szállítási útvonalakra. Olyan szállítási útvonalakra, amelyek gyorsak és hatékonyak. Éppen ezért ennek a fényeslitkei terminálnak óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljutatásában a világ legkülönbözőbb távoli pontjaira. Egy különleges ökocentrum épül Nagykáló Harangodon. A természetbarát turisztikai attrakciót a 75 hektáros harangodi tó mellett alakítja ki a Kölcsei Televízió. A fedett közösségi tér lehetőséget biztosít arra, hogy az ide látogató turisták minél közelebbről ismerhessék meg a megye védett természeti értékeit. A harangodi beruházás része egy komplex, a megye 4 pontján létesülő turisztikai programnak. 4 komponense van ennek az egész projektnek. Az egyik ebből ez a ökocentrum, amelyet a Kölcsei Televízió épít itt Nagykáló Harangodon a 75 hektáros tó mellett, vagy tópartján. De hát a többi eleme is, amelyek már készen van ennek a projektnek, például Kisvárdán a Natura Cinemakva területén belül egy ilyen pihenőparkot alakítottunk ki, Vásárosnaményban egy filagória, illetve játszótér lett, vagy létezett, illetve ami még lesz, az Leveleken egy horgászati centrum, igazából ez egy horgászati kiállításnak helyet adó centrum, ez pedig éppen 75%-os készültségen van. A Nagykáló Harangodi Ökoturisztikai Látogatóközpont üzemeltetéséhez korszerű és természetbarát technológiákat, valamint megújuló energiaforrásokat használnak fel. A beruházás a tervek szerint 2023. május végén készül el. A József András Múzeum idén január végén zárta be kapuit a látogatók előtt, mivel az épület egy nagyszabású felújításra vár. A múzeum igazgatója azt mondta, több mint 1 millió műtárgyat kellett elhelyezni annak érdekében, hogy a felújítások elkezdődhessenek. Emellett a múzeum dolgozói egész évben folytatják a műtárgy ellenőrző és kutató munkálatokat. A József András Múzeumot átlagosan évente 25 ezeren keresik fel, de 2018-ban már a 60 ezres látogatottságot is átlépte. Az intézmény 2019-ben ünnepelte alapításának 150. évfordulóját, és ugyanebben az évben kivívta magának az év múzeumának járó elismerést is. 2022-ben egy nagyszabású átalakítás miatt a tervek szerint 2 évre bezárt a kapuit. Rémiás Tibor azt mondta, bár az épület lakat alá került, a gyűjteményekkel kapcsolatos munka továbbra is folyik. Nem régen egy nagy gyűjteménynek a beérkezéséről számoltunk be. A régészeti ásatások folynak, onnan is rengeteg anyag érkezik, színvonalas anyag, ősi anyagok, pótolhatatlan anyagok érkeznek be hozzánk a múzeumba. A másik pedig folyamatosan folyik a restaurátori tevékenység is. A restaurálás az pedig folyamatos és elengedhetetlen, hogy az ide érkező anyagok olyan állapotba kerüljenek, hogy megőrzése. Az igazgató hozzátette, tudományos tekintetben jelenleg is számos kutatási eredményt be tudnak mutatni, mivel nyomtatott és online formában is készülnek különböző kiadványok. A restaurátori munkákat sem hagyták abba, csak helyet kellett találni az új körülmények között. A legnagyobb kihívást a gyűjtemény költöztetése jelentette. 1 millió műtárgy az biztonságos helyre tárolásra kerüljenek, de folyamatosan ezeknek a külső raktáraknak is a hőmérsékletét, páratartalmát, az folyamatosan ellenőrizzük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a államhoz tartozó műtárgyak, ezek több száz évre is megmaradjanak, és ne legyen semmi problémájuk.
A mintegy 2,8 milliárd forint értékű közbeszerzési pályázatok egy része lezárult, mások folyamatban vannak, de a kivitelező még nem kezdte meg a munkálatokat, mondta az igazgató, és hangsúlyozta, a februárban kirobbant háború, valamint az energiaválság egyelőre még jobban elodázza a felújítás megkezdését. Ettől függetlenül számos tervvel készülnek a 2023-as évre. Minden kollégámat, vezetőimet arra kértem, hogy minden egyes részleg, a történeti, a régészeti, a restaurátorok, a múzeumpedagógusok havonta kétszer online formában újabb és újabb hírekkel, gyűjteményi munkával kapcsolatos hírekkel meg fognak jelenni. A másik ilyen nagyon fontos dolog, amit jövőre tervezünk, az, hogy a József András Múzeum egy megyei hatókörű városi múzeum. A megyei hatókört nagyon sokan nem értik, hogy mit jelent, ez pedig egy műtárgy ellenőrzést jelent a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És erről az állományvédelemről mi egy előadássorozatot indítunk el következő évben. Ez egy nyilvános, bárki jöhet és megnézheti. Ez februárban, márciusban és áprilisban ez az állományvédelmi előadássorozat, ez megtekinthető majd. Valószínűleg itt a Kálai gyűjteménynek a könyvtár termében kerül erre sor. Májusra tervezik a 2023-as múzeumi évkönyv megjelentetését. Emellett az M49-es autópályát érintő régészeti munkák eredményeiről is beszámolnak majd, valamint egy császárkori temetőt is bemutatnak a régészeti osztály munkatársai. Ugyancsak a 2023-as év programjai között szerepel egy olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről szóló kriminalisztikai kiállítás, amely a 18. századtól a 20. századig terjedő időszakot reprezentálja. Az év zárásaként pedig hagyomány szerint egy múzeumi napot szeretnének majd megtartani. Több mint 700 millió forint értékű fejlesztés eredményeként elkészült Fehérgyarmat új kerékpárútja. A városban egy új ipari csarnok építése a végéhez közeledik, a Zöldváros program kivitelezése pedig a következő hetekben kezdődhet meg. Az önkormányzatnak már elnyert pályázata van a művelődési ház energetikai korszerűsítésére és egy központi óvoda építésére is. Ezek a fejlesztések szintén 2023-ban valósulhatnak meg. Az utolsó simításokat végezték december közepén Fehérgyarmat új kerékpárútján. Nagy hiányossága volt ez a város legforgalmasabb szakaszának. Évvégére azonban elkészült a csaknem 3 kilométer hosszúságú aszfaltos réteg a biciklivel közlekedők számára, mondta el Péter Csaba polgármester. Én úgy gondolom, hogy egy gyönyörű műtárgy készült el, amely amellett, hogy gyönyörű, még természetesen a biztonságos közlekedést is szolgálja, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt jó pár évben Fehérgyarmaton olyan mértékű gépjármű forgalom jelenkezik, amely veszélyezteti a kerékpárosok testi épségét. Így most már azt mondhatjuk, hogy a főutca vonalában nyugodtan lehet majd kerékpárosan közlekedni. Biztosak lehetünk abban, hogy szeretteinket vagy gyermekeinket nem üti el egy gépjármű, hiszen védett nyomsávon tudnak haladni. Fontos fejlesztése még Fehérgyarmatnak ez az ipari csarnok, ami 75%-os készültségi szinten van, építése pedig várhatóan január végére fejeződik be. A településen a Zöldváros program kivitelezése van még hátra az előző uniós ciklusból elnyert pályázatokból, ez várhatóan 2023 első heteiben megkezdődik. Ez egy 500 milliós projekt, amely az ABC előtti, illetve a Centrál Hotel előtti részt érinti, a teljes Kossuth Parkot, a Sétáló utcát, illetve a Jékely Kúria környékét. Ez a fejlesztés még most fog elindulni, bízunk benne, hogy ezt is sikeresen le tudjuk zárni. Most úgy néz ki, hogy minden uniós projektünket ezen kívül sikerül lezárni, megvalósítani. Bízunk benne, hogy ez is sikeres lesz. Én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb olyan projektünk, amely tényleg gyönyörűvé teszi ezt a kisvárost, és ami jó hír, hogy ennek folytatásaként az élhető települések TOP plusz pályázatban a következő uniós ciklus keretében nyertünk egy 1,2 milliárdos közterületfejlesztés, amely a buszpályaudvar, május 14 tér,
a régi Kölcsei Általános Iskola előtti szakaszsal át a Szent István téren bekapcsolódik a felújítandó Kossuth Parkba. Péter Csaba a város gazdasági helyzetével kapcsolatban elmondta, a háborús infláció okozta hatások mérséklése volt az elsődleges az elmúlt hónapokban a város vezetés számára. A polgármester úgy látja, a költségvetés stabilitása és a megkezdett beruházások befejezése sikerként könyvelhető el a mostani helyzetben. Alig, hogy kilábaltunk ugye a koronavírus járvány miatti gazdasági válságból, egy újabb válság zúdult a nyakunkba, az orosz-ukrán háború miatti gazdasági nehézségek. Ez megnehezítette az önkormányzat életét, de természetesen ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy egy sikeres gazdasági évet zártunk magunk mögött. Sikerült ezt az évet is hitelfelvétel nélkül zárnunk, tehát a városköltségvetése egyensúlyban volt, illetve számos olyan nagy beruházást befejeztünk, vagy a nagy beruházások már a végéhez járnak, amely úgy gondolom, hogy büszkeséggel tölt el bennünket. Az önkormányzatnak a következő hónapokban is jelentős feladatai lesznek a fejlesztések területén. Már elnyert pályázatuk van a művelődési ház energetikai korszerűsítésére, és egy központi óvoda kialakítása is 2023-ban valósul meg. A negyedik helyen zárta az Őszta megyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. A Kis Tamás által irányított együttes 10 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 3-szor szenvedett vereséget. Az MMTK hátránya 2 pont a listavezető Újfehértóval szemben. Kis Tamás neve az elmúlt fél évtizedben összefort az Ibrányi csapattal, játékosként, játékos edzőként és edzőként is szolgálta a klubot. Nyáron aztán elérkezett a váltás ideje, a fiatal szakember igent mondott a Máté Szalka invitálására. Egy hosszabb folyamat volt ez, ugye Bákonyi György már korábban megkeresett szakmai igazgató, és egy hosszabb folyamat volt ez, hogy Máté Szalkára kerültem. Természetesen a céljaink az voltak Gyurival, hogy egy nagyon ütőképes csapatot tudjunk minél gyorsabban összerakni, ami úgy gondolom itt a fél szezon végére sikeresnek mondható. A legfontosabb célunk talán azt mondom nyáron az volt megfogalmazva, hogy az élbolyba szeretnénk tartozni az élcsapatok közé, akár nem titok nyilván itt a dobogó közelében, vagy akár dobogón szereplést szerettünk volna elérni, illetve az nagyon-nagyon fontos számomra, hogy mindig egy olyan csapatot próbálok összerakni, hogy az első és egyik legfontosabb az, hogy a csapategység, a csapatszellem, hogy emberileg olyan játékosokat akarok az öltözőben látni, akik tényleg mindent megtesznek az adott mérkőzésen, illetve a legfontosabb, hogy a sportegyesületért. Ha az eredményeket nézzük, nem lehet panasz az edzőnek, emellett a Magyar Kupában egy élvonalbeli csapatot láthatott a Máté Szalkai közönség. Úgy érzem, hogy egy nagyon szép félszezon van mögöttünk, hiszen volt egy nagyon-nagyon szép kupaszereplésünk is, ahol azért egy NB1-es Újpestet tudtunk fogadni, ami az elmúlt időszakban itt azért Máté Szalkán ugye nem volt jellemző se a szép kupaszereplés, se az, hogy egy NB1-es csapatot fogadjunk tétmérkőzésen. Több mint 2000 néző látogatott ki a mérkőzésre, úgy gondolom ez egy nagyon-nagyon szép emlék volt mind a városnak, mind a sportegyesületnek, és a bajnokságban egy kicsit az nyilván felemás a sikeredett, főleg a félszezonnak az első fele, hiszen ott ugye azért becsúsztak, és ugye itt idegenbeli mérkőzések, gondolok, becsúsztak vereségek is, de ezt egy picit azért betudom a kupa szereplésünknek is, azért folyamatosan, főleg a bajnokság elén 3 fronton álltunk, ugye a megyei kupa, a magyar kupa és a bajnokságban, és de úgy gondolom majdnem mind a hárman nagyon szépen helytáltunk. Bajnokságban itt a végére nagyon-nagyon összeállt a csapat, igazi csapat voltunk. A bajnokságban az utolsó 9 meccséből 8-at megnyert a Máté Szalka. A szakember egy veszes találkozót is megemlített az ősz emlékezetes momentumai között. Én igazán 2 mérkőzést tudnék kiemelni, az egyik a Nyírbátor, ahol 3-0-ra nyertünk idegenbe, ott főleg az első félidőben nagyon szenzációsan futballoztunk, a másik félidőben igazán annyit játszottunk, amennyit már a mérkőzés megkövetelt. A másik az kicsit lehet, hogy fura lesz, egy idegenbeli vereségünk Mándokon, ahol nagyon jól játszottunk, úgy érzem, és most is talán az egyik legnagyobb szívfájdalmam ez a mérkőzés, ahol rengeteg helyzetet, zicsert alakítottunk ki, és azért ezt többször hangsúlyoztam a csapatnak, hogy itt a bajnokság második
felébe, hogy mégis szépen futballoztunk, és mégse értünk el vele eredményt, hogy nagyon sokszor lehet, hogy főleg mai világban ugye itt a kicsit az eredménykényszer miatt is, hogy egy picit a célfutball kell játszani, de minden esetre ezt a mándoki meccset is ki tudnám amiatt emelni, hogy nagyon jól futballoztunk még a vereség ellenére is, de viszont ez egy nagyon-nagyon jó tanuló pénz volt, hogy az csak egy dolog, hogy jól futballozunk, hogy mellé kell tenni még inkább az akarati tényezőket, a koncentrációt, ami volt, főleg idegenben egy-két mérkőzésen, hogy ha csak egy picivel koncentráltabbak vagyunk, akkor biztos vagyok benne, hogy még több pontot is tudtunk volna szerezni. A Máté Szalka január 10-én kezdi a 6-7-es felkészülést, amely alatt 5 edzőmeccset játszik majd a csapat. A keretben nem várható jelentős változás, esetleg egy támadó csatlakozhat az MMTK-hoz. A Máté Szalka rögtön egy rangadóval indítja a tavaszt, a nyitófordulóban a második helyezett Kálló Semmit fogadja Kis Tamás együttese. Kedves nézőink, Önök december 29-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este majd újra várjuk Önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra, ahol a most elhangzott tudósításokat is megtekinthetik. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét!